Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Gyimóth Éva vagyok. Legfontosabb a regisztráció. Ezt vaj az összes bátaszéken praktizáló orvos. Derült ki azon a találkozón, amit Bozsolik Róbert polgármester kért a doktoroktól múlt héten. A város vezetője elmondta, minden segítséget megadnak, hogy zökkenőmentesen folyhassanak az oltások. 6400 bátaszékének és a körzetembe levő 2400 páciensnek szeretném üzenni, hogy jönnek az oltások. Kovács Klára, bátaszék legnagyobb körzetének házi orvosa is fontosnak tartja, hogy felhívja az emberek figyelmét az oltások nélkülözhetetlenségére. A város polgármestere, Bozsolik Róbert is így gondolja, ezért egyeztetésre hívta össze a településen dolgozó orvosokat. A mai megbeszélést azért kezdeményeztem, hogy egyrészt, ha megosztanátok velünk azt a tapasztalatot, amit ezzel a néhány hét alatt összetudtatok gyűjteni, hogy bátaszéken mi a helyzet ebben a kérdésben. A találkozón részt vett Pató András is, aki közel 1700 embert lát el bátaszéken és másik két környező településen. Én azt szeretném üzenni a betegeimnek, illetve az összes oltásra várakozó embernek, illetve akik nem is akarják magukat beoltatni, hogy ez egy nagyon súlyos betegség. Bármilyen oltás, bármilyen lehetőség, ami ennek a betegségnek az elkerülésére a kezünkben van, ezt ki kell használni. Ezzel az oltással el tudjuk kérni azt, hogy ne legyünk súlyos betegek, ne kerüljünk kórházba, illetve ne történjen meg a legsúlyosabb tragédia, hogy esetlegesen ne halljunk bele. Minden betegünket fogjuk hívni, mihelyt oltani lehet, akkor egy telefon, és megkeressük őket, és berendeljük, illetve elmondjuk nekik, hogy hova kell menni oltásra. Tehát természetesen ez működik. Mi is arra várunk, hogy minél több oltást kapjunk, és minél több beteget tudjunk elérhetősíteni. És oltassák be magukat, ez a legfontosabb. Az orvos elmondta, vannak olyan páciensei, akik nem akarják beoltatni magukat, de akadnak olyanok is, akik már türelmetlenül várják, hogy megkaphassák a vakcinát. Bozsolik Róbert elmondta, hogy az egészségügyi alapellátás az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel, éppen ezért naprakésznek kell lenniük az oltásokkal kapcsolatban. Mai nap során a házi orvosokkal azért ültünk le egyeztetni, hogy egyrészt első kézből tájékozódjunk tőlük, hogy hol is zajlanak a bátaszéki házi orvosi körzetekben az oltások, hol tartanak, hány oltást tudtak végrehajtani az elmúlt hetekben, illetve hogy milyen együttműködést várnak tőlünk. Hiszen egyrészt már korábban is besegítettünk abban, hogy ha is amennyiben felénk jelezték, akkor az oltópontra Szekszárdra már szállítottunk be olyan bátaszéki polgárokat, akik oltásban részesültek. Az elkövetkező időszakban is felajánlottuk a segítségünket, hogy ebben mindenképpen szeretnénk együttműködni. Abban is szeretnénk együttműködni, hogy helyben, ha valaki nem tudja megoldani a beközlekedést az orvosi rendelőben, az oltás beadása érdekében, ebben is nagyon szívesen segítségükre leszünk. A mai nap felvetődött az is, hogy igen komoly adminisztrációs terhe van egy oltás beadásának. Ha és amennyiben ez még nagyobb számú oltást kell beadni, és fokozódik ez az adminisztrációs teher, szeretnénk segítséget nyújtani egészségügyi szakszemélyzet bevonásával, hogy ez gyorsabban és gördülékenyebben menjen. Illetve néhány szót váltottunk már arról is, hogy ha az ütemezett oltás véget ér, és megkezdődik a tömeges oltás, akkor hogyan tudunk majd együttműködni, hogy adott esetben bátaszék lakossága minél nagyobb számban, minél rövidebb idő alatt megkaphassa majd a védőoltást. Kovács Klára doktornő elárulta, az oltásra váró páciensek hogyan segíthetnék az ő munkájukat. Szeretnénk kérni, hogy a megkapott nyilatkozatokat, amiket a lakásokba a lakosoknak eljutottunk, kitöltve hozzák el, ezzel lerövidítik az adminisztrációs feladatot, mert úgy tervezzük, hogy ebben az időszakban akár napi 20 védőoltást is beadunk. Szeretném elmondani, hogy 3 listán kapjuk meg az oltandókat, ebből 2 egyértelműen korcsoportos lista, ami úgy néz ki, hogy van egy 60 év fölötti lakosság leválogatás, mindannyian regisztrált emberek, tehát a regisztráltakból válogatják le az oltandókat, ezért fontos volna, hogy aki még nem regisztrált, az mielőbb megtegye. A doktornő arra is választ adott, hogyan fordulhat elő az, hogy már több fiatal is megkapta az oltást, miközben sok 65 év feletti krónikus beteg még nem.
hogy egy család példájával éljek, elmondanám, hogy hogy jártunk. Egy 90 év fölötti nénit első körbe beválasztottam a Pfizer oltásra. Ezt követőleg a 70 éves lányát, aki egészséges volt, be tudtam juttatni a Sputnik oltásra. A lányának a férje, tehát szintén 70 pár éves férfi beteg, aki egyébként számtalan krónikus betegséggel bír, még nincsen oltva, mert a Pfizerre nem került, nem jutott korcsoportosan sorra, de a Sputnikra nem volt alkalmas, mert beteges. És a lányuk pedig egészségügyi dolgozó védőnő, ő szintén Pfizerrel van oltva. Tehát úgy látszik, mintha az oltási rendszerben anomáliák volnának. De ez nem anomália, hanem arról szól, hogy adott esetben hát egyrészt a merítésből választunk, tehát a listákról, illetve amilyen oltóanyag van, azzal tudunk oltani, és az oltásoknak leírása van, szakmai leírása van, hogy melyik oltóanyag kinek a beoltására alkalmas. Akkor volna az oltási terv megvalósítása tökéletes, ha készleten volna minden oltóanyag, mert akkor igaziból előbb lenne beoltva a 70 év fölötti beteg férfi, mint az egészséges felesége. Tehát a terv jó, a kivitelezését meg mindannyian tudjuk, hogy összességében oltóanyag hiány nehezíti meg. Az elkövetkezendő időszakban azonban nagy mennyiségű Sputnik és kínai vakcina érkezhet a bátaszéki körzetekbe, ami meggyorsíthatja a helyi átoltottságot. Szabó Péter három településen lát el egészségügyi szolgálatot. A körzeti orvos azt mondja, nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a helyi önkormányzatokkal. Egyre inkább látótérbe kerül a tömeges oltásnak a megléte, úgyhogy oltóanyagok bejönnek az országba, és ehhez viszont megfelelő koordináció kell, hogy minél több ember be tudjunk oltani. A tömeges oltást önmagunkban valószínűleg nem vagy igen nehezen tudjuk megoldani. Az elmúlt hetekben megkezdődtek a regisztráltak oltásai. Ez idő alatt Bátaszéken 311, 60 év feletti és 80-60 év alatti krónikus beteget oltottak már be. Egyelőre az oltóanyag száma határozza meg, hogy milyen ütemben, mennyi ember tudnak a bátaszéki körzetekben beoltani. Ebben a megyei átlagnak megfelelően részesültek a körzeteink oltóanyagban, tehát azt lehet mondani, hogy az a 10-15-20 oltás per hét, az Bátaszékre is igaz valamennyi körzetbe. A mai beszélgetésből is azt a következtetést vontuk le, hogy a regisztrációnak milyen szerepe van. Nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minél többen regisztráljanak. Próbáljuk elengedni azt a fajta mellékzöngét a regisztrációval kapcsolatban, hogy ez bármifajta adatgyűjtés vagy egyéb kommunikációnak a forrása lehet. Próbálja mindenki arra fókuszálni, hogy ez jelen pillanatban arról szól, hogy az oltás felvételéhez minden olyan információt megadjunk, ami szükséges, hogy az oltási sorba adott esetben minket beillesszenek. És csak azonosulni tudok az orvosoknak azon véleményével, hogy jelen pillanatban, jelen információk szerint egyetlen egy megoldás van, hogy az életünk a mindennapjaiba vissza tudjon térni, az pedig az oltás. És bízom benne, hogy minél rövidebb időn belül visszatérhet Bátaszéken és az országban is a mindennapok nyugodt megélése. Horgolt csörgő, gondfaló szörny, személyre szabott ház számtáblák, vagy különböző egyedi alkotások. Többek között ezeket készíti egy bátaszéki 4 gyermekes édesanya szabad idejében. Bár hihetetlennek hangzik, mégis igaz, ismerjük meg Kacsuk Grétát. 15 évesen ismerkedtem meg a párommal, és a 22 év alatt 4 gyermekünk született. Legidősebb gyermekük 14 éves, míg a legifjabb 4 hónapos. A mai világban elképzelhetetlennek tűnik, hogy fér bele egy 4 gyermekes családanya életébe a kreatívkodás, kézműveskedés. Szerintem nem telik el úgy nap, hogy minimum egy valakinek kérdezné meg. Van, aki tényleg úgy szívből boldogan, van, aki látom, hogy kevésbé, hogy nem érti, hogy hogyan. A nagyfiam óta, tehát nekünk van egy rendszer, egy rutin, és ez azóta sem múlott el, mivel hogy mindig jöttek a gyerekek. Tehát, hogy ez a rutin, ez nekünk megvan.
Én reggel 5:30-kor kelek, és én be tudom úgy osztani az időt. Én nem minden áron készítem ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha nekem a pici nyűgösebb, vagy éppen a 4,5 éves, ugye még inkább ő az, akivel úgy foglalkoznom kell, akkor olyankor én nem ülök le. De ha óvodába, a nagyok iskolába, a nagyok már ugye, tehát nekem, én azt mondom, hogy nekem könnyű dolgom van, mint például azoknak, akiknek sok picikéje van, mert nekem 2 már nagy, tehát ők már önállóak. Épp fakorongba égetett, festett húsvéti díszek készülnek. Bár mindig tudta, hogy jó a kézügyessége, a kézműves dolgok készítését 10 évvel ezelőtt kezdte csak el. 2011-ben született meg a lányunk, és akkor kaptunk ajándékba egy piros orgolt kis sapkát, kis rózsaszín szalaggal átfűzve, és annyira megtetszett, hogy én úgy gondoltam, hogy én szeretném kipróbálni a horgolást. Tudtam azt, hogy az iskolában ezt már tanították nekünk, de tudtam, hogy kell szemet fölvenni, hogy kell láncszemet készíteni. És akkor a nagymamámtól kértem segítséget, akkor abban az időben, az iskolás időben is mindig ő segített, meg őnek is nagyon jó kézügyessége volt, nagyon szépen hímzett, és akkor tőle kaptam meg az első horgolótümet, mert most ezzel a horgolótűvel azért egy sapkát összehozni, hát le a kalappal azok előtt, akik ugye ilyen horgolótűkkel terítőket, meg kis fenyőfad díszeket készítenek. Kis idő múlva megtalálta a számára legalkalmasabb tűt és fonalat, majd elkezdte a különböző kis sapkák gyártását. Későbbiekben elkezdtem ilyen formasapkákat, a Mici Mackót, a Fülest, egy csomó szörnyecskét, kiskutyát, tehát hogy volt amelyiknek fülvédő, kis fonat, sállal egybe kötve, tehát nem csak egy sima kis sapkát, hanem hogy ilyen kis dizájnosokat mindig próbáltam úgy, hogy egyedi legyen, tehát hogy abból csak egy legyen, tehát talán egy sapka volt, amiből 2 készült, mert nagyon szerették volna, hogy már pedig, mit tudom én, a Fülesesből szeretnének. Egyébként szinte mindenben csak egy-egy dolog készült. Én mai napig nem tudok internetről leírt kép alapján bármit meghorgolni. Ez pont olyan, mint általános iskolában zongoráztam 3 évig, és 3 év után jöttek rá, tehát koncertekre jártam, és 3 év után jöttek rá, hogy nem ismerem a kotta füzetet. Mai napig nem tudok kottából zongorázni, hallomásra zongoráztam, viszont most nálam ez a horgolás ugyanilyen. Hogy én úgy tanultam meg, hogy én magamtól elkezdtem készíteni a sapkát, és ha valamit rontottam, akkor az valahol jól is jött ki, mert tudtam, hogy akkor legközelebb, ha ezt így csinálom, akkor annak a sapkának mondjuk lesz egy kis karimája, vagy egy kis silt része. Tehát, hogy én ezekből tanultam. A két idősebbik gyermek születése után a Keresztély Gyula városi könyvtárban kezdett dolgozni, ahol nem csak új kihívásokat, de új ötletet és inspirációt is kapott. Egy nagyon kedves ismerősöm ajánlotta, amikor panaszkodtam neki, hogy hát a nagyfiam ugye kicsi még, de nem úgy tudja földolgozni még a kis dolgokat. Külföldön ilyenek vannak. Ez az én vagyok a te kis gondfaló szörnyed. Ezt neki horgoltam, ez mai napig az ő szobájában van. Ezt cipzárral kinyitjuk, van neki foga. És akkor ő elmondta a kis problémáját, azt egy kis papírra leírtuk, összehajtottuk, és akkor ő tette be neki a, hát végül is a hasába. Tehát a gondfaló szörnyecske megette, becipzároztuk, és tényleg sokat segített. Tehát, hogy a gyereket úgy gondolta, hogy akkor ez most már a szörnynek a problémája. Ebből is csak ez az egy készült. Gyakorlatilag bármi megtalálható a palettáján, csecsemőknek alvóka, csörgő, fakarikás horgolt állatkák és a különböző stílusú babák is. Később a könyvtárban ugye nekem sokat kellett rajzolnom, amit nagyon szerettem, tehát én rettentően élveztem. Gyereknapkor, amikor nyári szünet volt és napi szinten programok voltak gyerekeknek, akkor általában az ilyen kis hát kézműves dolgokat, rajzos dolgokat, akkor azt nekem kellett készíteni. Úgyhogy akkor úgy elindult egy folyamat, és akkor megint csak egy nagyon kedves barátnőm felkért, hogy rajzoljak neki egy táblát, úgyhogy az ő neki rajzoltam először fatáblára egy nagyon nagy képet. Ezek a képek úgy készültek, mint például ez is, ezt édesanyámnak készítettem ezt az órát, hogy itt rajta van édesanyám, édesapám, az ő 3 gyereke. Ugye nekünk akkor már megvolt a 3 gyerkőc, és akkor illetve az ő gyerekeinek ugye az akkori, tehát a jelenlegi párjaik. Tehát, hogy mindig kötöttük valamihez. Például, hogy Ukrajnában születtünk, Beregszázban, tehát többek közt én is, és vagy az, hogy édesanyám kijárt Németországba, de Magyarországon lakunk.
Ez annyira megtetszett a környezetében élőknek, hogy több megrendelést is kapott. Ez egy házszámtáblának készült, ez nagyon közel áll a szívemhez, mert itt, amikor először felkértek megrajzolni, akkor még csak 3 fiú volt, és most pont tavaly évvégén kértek föl egy újabb rajzolót, mert megszületett a 4. kisfiú. És a másik 3 gyerek közben fel is cseperedett. A megrendelt családi rajzokat némi kutatás után személyre szabottan készíti el, de ugyanebben a stílusban készítette a bátaszéki kápolnáról, a Molyhos tölgyről vagy a Nagyboldogasszony templomról rajzot, melyek bögrékre, esetleg kiadványokba kerültek bele. Ezt az én időt, én ezt úgy hívom, ezt tehát úgy fordítom magamra, hogy én olyankor leülök, és én ebben élem ki magam, hogy mindenfélét csinálok. Most épp a fa megmunkálás, tehát most szerettem a natur dolgokat, a fa, kőfém, ilyenek, és akkor most éppen olyanokat készítek. Karácsonykor kezdtem el ilyen kis faszeletekre Mikulást, dénszarvasra rajzolni, kiégetni forrasztópálkával, kifesteni, és akkor egy kis madzagra, és akkor mehetett fel a fenyőfára. És nagyon sok mindenkinek ez tetszik. Soha nem mertem föltenni a munkáimból, mert mindig úgy voltam vele, hogy biztos, hogy az másnak nem tetszik. És most valahogy karácsonykor, hogy annyi felkérés érkezett ezekre a kis fenyőfa díszekre, hát föltettem, és én nem is gondoltam volna. Tehát másnak az 1000 like, az lehet, hogy nem sok. Nekem az 1000 like pár nap alatt, nekem én el sem hittem, tehát hogy ilyen létezik, és nagyon sok jó, tehát szinte csak jó hozzászólást kaptam. Ennek ellenére ezek többnyire mégsem eladásra készülnek. Leginkább ez a család, meg a rokonok, a barátok örömére készülnek ezek a dolgok. Az internetre föl szoktam tenni, de inkább csak, hogy bemutassam, hogy na most az én időmben erre is jutott idő, vagy ilyet is készítettem, akkor szoktak privátban megkeresni, hogy szeretnék ezt, azt, amazt. Akkor leszoktam törni egy kicsit, vagy leszoktam lombozni őket, mert szoktam mondani, hogy hát ezek már ez már egy barátnál, ez már egy rokonnál, ez már egy családtagnál van, de ha megkérnek, akkor szoktam készíteni. De egyébként inkább ez így a saját örömünkre, illetve licitálásokra, jótékonysági licitre szoktam felajánlani, többek közt ez is utazik Nagy Kanizsára, ő már föl lett rakva a kép, és őre már licitáltak is, tehát ő már elkelt. Bármit megadnék azért, hogy én egy ilyen kis kreatív boltba dolgozhassak, vagy valami olyan helyen, ahol így kielhetem a kis kreatív énemet. Arra a kérdésre, hogy az otthonukban lesz-e valaha egy kis szeglet, ami csak az ő kreatív sarka, szeliden csak ennyit mondott. Én bízom benne, hogy egyszer eljutok odáig, hogy jut nekem is egy kis sarok. Így a központi sarkon most a konyha és az asztal, az étkező asztal, de én bízom benne, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy van tényleg egy kis asztalom, ahol én ott készíthetem, ami éppen eszembe jut. De addig is marad az ebédlőasztal, ahol ugyanolyan szeretettel és lelkesedéssel készíti ezeket az alkotásokat. Ez évi terveiről, feladatairól és költségvetéséről tartott tájékoztatott Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere, a város nemzetiségi vezetőinek. Az már biztos, hogy csak nem 120 millió forinttal kevesebb forrásból kell gazdálkodnia a település önkormányzatának. Emiatt a nemzetiségek idén valamivel kisebb mértékű támogatásban részesülnek majd, mint tavaly. Tájékoztatót tartott Bozsolik Róbert, bátaszék polgármestere, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és hagyományőrző egyesületek vezetőinek. A település önkormányzatának idén kevesebb forrásból kell gazdálkodnia. Közel 120 millió forintos kiesést jelent bátaszékváros költségvetéséből a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések hatása, fejtette ki a polgármester. A mai napra idehívtuk a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit, illetve a hagyományőrzéssel foglalkozó egyesületeknek a vezetőit, annak érdekében, hogy első kézből tájékoztassuk őket városunk 2021 évi költségvetéséről, arról, hogy milyen lehetőségeink lesznek a kötelező feladataink ellátására, illetve hogy milyen lehetőségeket tudunk biztosítani majd azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a civil szervezetek, társadalmi szervezetek végeznek el várhatóan 2021-es esztendőben. Azt már látjuk, hiszen a költségvetés elfogadásra került, hogy két ütemben kell gondolkodjunk a civil szervezetek támogatásában. Biztos forrásokat tudunk biztosítani az első fél éves működésükhöz. Ezt szeretnénk is megtenni, és erre a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll.
Annak függvényében, hogy milyen kiegészítő támogatásokban fog részesülni önkormányzatunk, ennek függvényében tudunk majd a második fél éves támogatásról dönteni. Jelen pillanatban az az önkormányzat álláspontja, hogy a kiemelt szervezetei részére már állapít meg támogatást, így a tűzoltóság, polgárőrség és mindazok a kiemelt szervezetek, akik tényleges feladatot tudnak végezni még ebben az egészségügyi veszélyhelyzet időszakban is. Viszont az egyéb civil szervezeteink részére csak a második félében fogjuk a támogatási kereteket meghatározni és lehetőség szerint a pályázatot kiírni, hiszen erre jelen pillanatban nem látunk fedezetet. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület elnöke azt mondja, csoportjuk az előző évekhez hasonlóan mindenben együttműködik, segítik a várost és remélik, hogy idén minden tervezett programjuk megvalósulhat. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület természetesen tervez, mindenféleképpen szeretnénk programokat tervezni és megvalósítani. A 2020-as évünk az elég eredményes volt, és a helyzethez képest nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, a helyzethez képest szép eredményeket értünk el, és nagyon motiváltak vagyunk, hogy 2021-ben is a lehető legtöbbet hozzuk ki a körülményekből. Reméljük, hogy ez így is lesz, és majd most meghalljuk, hogy a város mit gondol, hogy gondolja. Természetesen az Egyesület mindenben együttműködik, amiben tudunk, részt veszünk, segítünk, mint eddig is. Ez egy kölcsönös kapcsolat, tehát ezt oda-vissza játsszuk. Ugye ők támogatnak minket, mi meg támogatjuk a várost, illetve a városi rendezvényeket. Reméljük, hogy 2021-ben már több eseményen és rendezvényen részt vehetünk együtt, többen, mint a 2020-ason. Bozsolik Róbert úgy fogalmazott, az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a legjobb feltételeket biztosítsa az intézmények, illetve a városlakók számára egyaránt. Egy ifjú embert mutatunk be önöknek a következőkben. Gyöngyösi Zsolt, a Bátaszéki II. Géza gimnázium tanulója, több kortársához hasonlóan fotózik, ám ő olyan képeket készít, melyek már megjárták az országos médiákat is. Zsolt eltökélt szándéka, hogy hivatásként üzze majd a fényképészetet. Nekem boldogságot jelent már az is, hogy ők ezeket, mondjuk egy pár fotót visszanéznek 4-5 év után, és ugyanazt a boldog pillanatokat idézik majd. Az, hogy Gyöngyösi Zsolt párokat vagy portrékat fotózzon, hivatásszerűen még odébb van. A II. Géza gimnázium tanulójának, bár tehetsége vitathatatlan, saját bevallása szerint is még sok mindent meg kell tanulnia a fényképezés rejtelmeiből. A fényképezőgép körülbelül 2 éve került a kezembe, akkor még csak hobbi szinten. Én nagyon sokat jártam a természetben, és úgy gondoltam, hogy ezt jó lenne megörökíteni, hogy merre túrázok, és kezdetben hobbi szinten, illetve ugye, mivel rengeteg barátom fotózik, ezért úgy gondoltam, hogy én is belekezdek, és teljesen amatőr szinten, mára pedig egy viszonylag elég jó szinten sikerült elérnem a képeimmel. Barátaim is, mivel elkezdték, így húzzuk egymást lényegében, és így én is elkezdtem a fotózást. A barátok csoportot hoztak létre, ahol megosztják egymással tapasztalataikat, és adott esetben bírálataikat is. A természetben leginkább az, hogyha valaki városban lakik, akkor egy kicsit ki tud vonulni, akkor az kikapcsolódás szempontjából mindenféleképpen jó. Illetve a természetnek vannak olyan szépségei, akár az élővilága, amit érdemes szerintem lencse végre kapni és megörökíteni. A természetben igazából a szépségeit keresem, tehát az állatvilágot, az élővilágát, és minden olyan természeti elemet, leginkább az élővilágban, amit meg lehet örökíteni. A pillanat úgy gondolom, hogy amikor elkészül egy kép, akkor egy boldogságot ad, egy olyan boldogságot, ami nem sokszor élhet át az ember. Tehát nekem egy hatalmas boldogság az, hogyha elkészül egy képem, és ezt valahol viszont látom. Akár a tévében, egy újságcikkben, vagy bárhol. Mert hogy Zsolt képei már megjárták az országos televíziós csatornákat is. Többször voltak láthatóak az időjárás jelentések alatt. Lehetett beküldeni képeket, mai napig lehet beküldeni képeket az időjárás jelentéshez, és úgy gondoltam, hogy én is megpróbálkozok, és küldök be képet. Küldtem be, majd be is választották a képet,
és utána ugye többször küldtem, és ezáltal kerültem kapcsolatba. A kedvenc témám fotózásban, ugyan én leginkább tájat fotózok, de portréfotózás, illetve a párfotózás. Nekem ez a kettő, ami nagyon kézen fekszik, és ezt nagyon szívesen csinálom, viszont természetesen ott van a természetfotózás is, amit nagyon szívesen csinálok. Az emberfotózás az egy picit másabb, mint a természetfotózás. Itt egy kicsit több élet van a képen. Leginkább a fotózás terén én a jövőben szakmában szeretnék elhelyezkedni, tehát azt szeretném, hogy a jövőben mint esküvőfotósként, illetve portréfotósként szeretnék elhelyezkedni, viszont kezdőként az ember úgy gondolom, hogy rengeteg dolgot megragad, akár a természetfotózás, vagy akár városfotózásban, mindenhol próbálkozik az ember, hogy csak hogy fotózhasson. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!